Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. A névváltoztatás az ókorban is gyakran előfordult a koronázás szertartásban, vagy az uralkodó az alárendelt fejedelemnek adott új nevet. A név mindig valami ígéretet vagy reménységet fejezett ki. Az Ábrám név azt jelenti dicsőséges atya, kiváló személy. Az Ábrahám név második tagja, a Rahám, viszont sokaságot, tömeget jelent. A két név jelentés tartalma között jelentős különbség van. Ábrahám önmagában dicsőséges, kiváló személy, Ábrahám viszont az utódok sokaságát képviseli. Ez az új név a kiválasztás célját és értelmét akarja kifejezni. Ábrahám sok népek atya lesz. Amikor megtérünk és újjászületünk, mi is új nevet kapunk. Sok nép atya. Ha készek vagyunk az elveszetteket Jézushoz vezetni, akkor mi is sok nép atya lehetünk. Bizonyságtételünkre sokan Isten népéhez csatlakoznak. Mi az, aminek változni kell életemben, hogy sok nép atya lehessek?